Köszöntök mindenkit, jön az Európa Liga negyed döntőiért folyó csata. A nyolcad döntőkben a Ferencváros az Ajax ellen lép pályára, és az első meccset itt Budapesten rendezik, úgyhogy hazai pályán kezdheti a Fradi az Európa Liga rájátszását, vagy az Európa Liga egyenes kieséses szakaszát. Egy jó menetelésben bízva, ugye az elmúlt két szezonban egyaránt ott volt a Ferencváros az Európa Liga egyenes kieséses szakaszában. Először a Rómát sikerült is kiejteni, de aztán a Viktória Plzen már nagy falat volt, tavaly pedig a Real Sociedad ellen egyből kiesés, hogy most itt az Ajax ellen mire megy a Ferencváros, az majd kiderül, jöjjön az Európa Liga himnusza. Ferencváros Ajax az Európa Liga nyolcad döntőjéből soha korábban ez a két csapat nem találkozott még itt nálunk. A valóságban viszont azért volt egy emlékezetes párharc, a kettő az 1994-es bajnokok, 95-ös bajnokok ligája menetelés során, ugye a csoportkörben az Ajax 5-1-re győzött Budapeste hazai pályán meg 4-0-ra. Reméljük azért ennél szorosabb meccset játszik majd az Ajax-szal a Ferencváros. Az Ajax tavaly egyébként az Európa Ligában hamar kizúgott a Fiorentina ellen, hát most is azért ebben bíznak a magyar drukkerek. Íme itt van a Ferencváros kezdő 11-e, Dibusszal a kapuban, Pászka, Abena, Szemimáj és Botka alkotja majd a védelmet, Vécsé és Besics a középpályán, a két szélen Ovozu és Szagál kezd majd, míg először kezd az Európai Kupa porondon Lisztes Krisztián, mögötte pedig majd Golyák segítheti őt, úgyhogy azért az őszi elbajnokok ligája csoportkörhöz képest változott sokat a Fradi kezdője. Tadic, Brobi, határen elől az Ajaxnál, Berkőz, Klaassen, Álvarez a középpályán, Bász, Sörz, Timber és Kleiber a védelemben, kapuban pedig majd Stekelenburg véd. Ez a hollandok kezdője. Az Ajax meg előtte kétszer nyolcad döntőzött az EBL-ben, kiesés a Bayern München és a Juventus ellen, de hát ez vállalható az Ajaxnál, nem úgy, mint a tavalyi Fiorentina elleni csúfos vereség. Brobbi indulhat már is rögtön el, feketében láthatjuk majd az Ajax együttesét, és rögtön Besics az, aki labdát szerez, Golyák, kicserezi ott Sörzt, és ezzel indulhat most a Ferencváros akciója. Szagál hosszú neki a labda, Bász viszont utoléri így. Szagál viszont visszaszerzi a labdát. Botka. Besics. Lisztes kapja a labdát, Lisztes. Nem teszi Besicsnek. Besics. Szemimájé. Abena. Ovozunak nem volt jó a labdája, Abena elpasszolta. Neki is ez az első meccsét a nemzetközi kupaporondon. Klaassen. Klaassen ível a másik oldalra, Bász fejjel, Berghuis. Berghuis, Tadic. Botka ott rajta, és megszerzi a labdát, aztán Botka egy pillanatra, de dobhat az Ajax. Bász. Berghuis, vissza Básznak. Tadic. Az is jó labda megint, Bász. Vissza tudja tenni Berghuisnek, be középre Brobbi. Brobbi átteszi a másik oldalra, Ihattaren előtt a lövőhelyzet és egy nagy védés Dibusztól. Szóval a játékvezető befújja 11-est. Nagyon úgy néz ki, mert szabálytalankodhatott Pászka Lóránd. Na itt megnézzük még egyszer, igen, itt a lövés után elkaszálta Ihattaren lábát, 11-es az Ajaxnak. Csercseszov is bosszankodik, nem hiába. Hát nem indul jól, úgy néz ki ez a párharc. De hát még Tadic nem lőtte be a 11-est. Most fogja majd elvégezni. Vele szemben Dibusz. Nagyon kéne egy bravúr Dénestől, de Tadic berúgja, úgyhogy ezzel vezet az Ajax. 13. perc, holland vezetés. Tadic büntetőjével tehát megszerzik a vezetést a hollandok, és ezzel hát egy eléggé rossz kezdés, mert Dibusz egyébként védték Hatara lövését, de a büntetőt már nem tudta. Tadic góljával 1-0 az Ajax javára. Kleiber dob. Ihattaren. Klaassen. Ihattaren megint. Brobbi. Berghuisé a labda. Berghuis, Szemimájét kicselezte. Berghuis még mindig ellövi a labdát, fölé megy. Most nagy szerencsénk volt. Második góljára jött előre az Ajax, az viszont nagy hiba Besicstől, elveszíti a labdát. Brobbi. Jó a csel. Brobbi lő messziről, Dibusz. Abena. Vécsei. Klaassen. Visszaszerző a labdát a Ferencváros. Golyák. Indulott Ovozu. Vécsei kapta meg tőle. Lisztes.
Listes, Berghuis. Schürrle. Berghuis. Klaassen. Alvarez. Berghuis. Tadicé a labda, Tadic. Alvarez. Hát a gól óta nagyon dominál az Ajax, és a labda is többet van náluk. Szagál, Gojak. Hát ha most az első ferencvárosi helyzet is megjön majd. Gojak indul el. Gojak beteszi középre, jön a Tvécsei, az nagy helyzet. Tvécsei tovább teszi, Owozu, gól! 1-1! De les, marad az 1-0-ás Ajax vezetés. Owozu lőtte be a labdát, de hát hogy a Tvécseinek inkább akkor nyilván utólag okos az ember, de lőnie kellett volna onnan. Ezt megúszta az Ajax. Timber. Klaassen. Robbi. De legalább eljutott már helyzetig a Ferencváros, mi több gólig. Más kérdés, hogy nem lett érvényes. Ihatárem. Berghuis jól fordult-e. Berghuis újabb büntető. Hát ez nagy butaság volt Besicstől. Nem játszik jól ma Besics. Labdavesztések után most összehoz egy 11-est és még egy sárgát. És 30. perc, Tadic másodszor is büntetőt fog rugni. Az elsőt már belőtte. Na nézzük, Tadic újra. És ezt is berúgja ugyanoda. 2-0-ra vezet az Ajax. Hát egyelőre büntető párbajhoz hasonló, amit itt az Ajax csinál. Két 11-es, két gól, és fél óra után két gólos előny Budapesten. Tadic magabiztos büntetőivel, tehát Ferencváros Ajax 0-2. Tadic dupla. Hát innen lesz nehéz majd találni. Gojak. De hát nincs még vége azért ennek a párharcnak, közel sem. Gojak indul el. Gojak lő messziről! Kapufa! Az a felső léc. Hát kár, hogy nem volt pár centivel magasabb az a kapu. Botka. Labdaszerzés. Vécsei. Owozu. Lőhet, Owozu lőtt is. Tehát jobban tette volna, azt egyből nem lövi el. Nem volt ez egy jó kísérlet. Stekelenburg. Hát volt már lesgólja a Fradinak, volt már felső léce. Hát két góllal még mindig jobb az Ajax. Szagál. Jövő héten csütörtökön lesz majd Amsterdamban. A kapárharcnak a visszavágója. Természetesen mutatjuk azt is Gojak futlásra a szabadrúgásnál. Schürrle. Bász. Berghuis. Brobbi. Tadic. Bász. Tadic újra. Berghuis. Bász. Botka rajta, Bász kicselezi őt. Beközépre, ott a lövés, szöglet. Jó volt a blokkja Abenának. Tadic a szöglettel. Alvarez, ott a lefejet, labda. Dibusz védi Brobbi fejesét. Jaj, Dibusz mit csinál? Belerúgta szemimájába, szöglet megint az Ajaxnak. Tehát ilyen hibákat nem lehet elkövetni, és akkor még az a jó, hogy ebből emelt egy öngól. Tadic. Viszont ajándékszöglet lett az Ajaxnak, amit meg kéne valahogy úszni. Tadic a 16-oson belül. Tadic azt el fogja lassan lőni. Még egy csel, el is lőtte Maé. Javítja a hibát. Listes indulhat. Még itt két perces hosszabbításban. Szagál. Jó, kötényben. Gojak. Ez jó lehet. Gojak indul el. És Listes szinte üresen. Megkapja. Listes Krisztián. Gól. Szép itt a Ferencváros. Itt kell lezárni egy fél időt. Listes az első mérkőzésén a Ferencvárosban kezdőként az Európai Kupa porondon gólt lő. 2-1. Szagált is meg kell dicsérni, mert nagyon jó volt a labdája Gojaknak. Gojaknak a labdája már kicsit rövidebb volt Listesnek, de hát kit érdekel, hogyha gól. Az a lényeg. Listes berúgta. Szép itt a Ferencváros, így megyünk a szünetre. Hát államszerű Listes debütálása. A Ferencváros pedig visszajött egy gólra, 2-1, és rögtön egy távoli lövéssel kezdjük a második félidőt. Gojak! Stekelenburg ütötte fülé. Egy perc sem kellett. Jön a szöglet. Volt csere is, Marquinhos folytatja Owozu helyén majd a második félidőben. Besics. Szemi Maé. De rossz labda volt ez Maétól. Klaassen. Ihattaren. Kleiber. Ihattaren. Visszaszerzi a labdát a Fradi. Marquinhos. Jó labda. Vécsei mehet most. Vécsei. Listes is ott van. Vécsei azonban egyedül. Vécsei még Gojak középen. Vécsei. Rosszul. Timber volt ott jó helyen. Ajax szempontjából jó helyen. Kleiber. Marquinhos megy oda. Jól szerzi meg a labdát. Na, Marquinhos. Még egy jó csel. Marquinhos egyedül. Még 16-oson belül. Marquinhos helyzetben. Visszateszi. 11-es.
A Ferencváros is kap egy büntetőt, hát Marquinhos nagyon jó csere volt. Ez egyértelműen az ő érdeme, Edson Álvarez kapja a sárgát. Cserélés az Ajax, Ihatáren helyett jön Bergwijn. Lisztes fogja rúgni a büntetőt. Az Ajax ellen duplázhat Lisztes Krisztián. Na nézzük! Lisztes! Kapufa. De még ott a kipattanó Gulyák! Az is kapufa! És aztán a lövés meg már nem megy kapura. A kapufa megmentette az Ajaxot kétszer is. A harmadik felső léce volt ez a Ferencvárosnak. Gulyák lövése, aztán itt Lisztes, meg a fejes. Hát nagyon nagy kár, hogy ebből nem sikerült gólt lenni, legalább a kipattanóból. Bergwijn, Lisztes büntetőt ront. Besics. Marad a 2-1 az Ajaxnak. De a második fél időben nagyon jól játszik a Ferencváros. Klaassen. Klaassen. Bergwijn. Timber. Klaassen. Brobby. Bergwijn kapja. 16-oson belül már Bergwijn. Abena ott rajta. Bergwijn. Tovább megy. Dibusz. Nagy bravúr. Ezt ki kell fejelni, de rossz helyre megy. Klaassen fölé. Hát most az Ajax előtt is volt egy nagy helyzet. Lejön Klaassen. És jön Kudus a folytatásra. Berkhuis. Brobby. Brobby. Tovább jut az emberén. Brobby. És Botka. Remek szerelése. Dobhat az Ajax. Tadic. Bász. Sörsz. Berkhuis. Oha, Brobby. Maé ott rajta. Brobby. Szemi Maé. Szöglet. Szépen lekapcsolta Brobbyt Szemi Maé. Szöglet az Ajaxnak. Tadic végzi majd el. Jön be a labda. Ott van még a lecsorgó. Timber lőhet. Ott a harmadik. 3-1 az Ajax javára. Timber lőtte be. Kicsit megrázta magát az Ajax, aki egy 11-es után jöttek előre, amíg meg nem lőtték az újabb gólt. Timber góljával 3-1. Itt jön be a szöglet. Lecsorog a labda. Megkapja Timber. Ez a nagy védekezés hiba volt, hogy onnan be tudta így rúgni Timber. Cserél a Ferencváros, lejön Lisztes Krisztián a pályáról, jön majd Zakariassen folytatásra. Mert Lisztesnek felemás érzései lehetnek. Gulyák. Szagál helyett pedig jött Traoré. Brobby. Álvarez, mert most az Ajax megint. Álvarez a 16-oson belül. Ellövi, Abena blokkolja. Botka. Botka. Jó, az Gulyák. Indult most ezzel a Ferencváros. Traoré kap nagy labdát. Traoré, ezt be kell rúgni, ott kéri Marquinhos. Traoré, ó, hosszú, de Marquinhos gólt lő! 3-2. Marquinhos csereként beállva betalál. Nagyon fontos gólt szerez a brazil. 2-3. Zakariassennek még hosszú volt ez a labda, Marquinhos azonban elérte. Itt van a hosszú átadás, de Marquinhos még valahogy ott el tudta érni, és be is rúgta, ha már ott volt. 3-2, Marquinhos beállása nagyon jót tett a Ferencváros játékának. Kiharcolt egy 11-es, meg most lőtt egy gólt. És még az egyenlítés összejöhet akár ezen a meccsen. Bergwijn. Zakariassen. Szépen tovább, Marquinhos. Marquinhos vissza Zakariassennek, ez szép. Zakariassen, Marquinhos fut be üresbe, de ott van Gulyák is. Zakariassen be középre, Gulyák kapásból! Nagyot véd a kapus, és még ott a fejes. Vécsei fölé! Csuk, de nagy helyzet volt itt a végén a döntetlenért. Brian Brobby jön le a pályáról, és érkezik a helyére majd. Mindjárt kiderül, Stekelenburg közben elvégzi a kirúgást. Nem siet vele, az érthető. Danilo jön egyébként majd Brobby helyett. Kleiber. Bergwijn. Kudus. Bergwijn. Ja, és Bergwijn előtt van terület, Abena le van maradva róla. Bergwijn ki is cselezi Abena, Bergwijn még egy csel, Maéba lövi, Kudus lő! Ez meg jó blokk, Blesic több, és az pedig elkurul a kapu mellett. Dibusz.
Előreíveli, hát ha valakit sikerül megtalálni. Zakariassen, meg is találta ő. Traoré, és le tud fordulni. Traoré, na még lehet itt egy helyzet. Traoré, beemeli, Zakariassen. Nem tudott fejelni Álvarez meg. Kicsúsztatja Besic, ő sem tudja megszerezni. Botkálja a labda azonban. Traoré, szép játék, Besic. Besic tartja a labdát, még Besic, még éppen tovább Vécseinek, ez jó lehet, Besic, azt el kell lőni lassan, inkább Golyáknak, Golyák tovább, Zakariassenre jön ki a labda, ő meg lesen volt, sőt nem is ő volt lesen, nem Golyák már. Stekelenburg rúgja előre, 2 perc a ráadás, 53 perc a ráadás, abban maradt 2 perc, Vécsei, estében valahogy, Vécsei megszerzi a labdát, Golyák, még lehetne menni, és Zakariassen kilép, nincs les, Zakariassen fölé lövi a meccs labdát. És ezzel itt a vége. Ferencváros Ajax 2-3, minden esélye megmaradt még a Ferencvárosnak arra, hogy Amsterdamban bravúrral kivívja a továbbítást. De az első meccset az Ajax nyeri Budapesten. Én köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.